Az eltétek gymben vagyok Tasi Kondráddal, az Open, Super Új Open bajnokkal, hát mindegy, sikerült kimondani. Viszont kiderült, hogy mi ismerjük egymást, mert itt volt az edzőtermek csatájának a Kecskeméti fordulója, az eltétek gymben, ráadásul az eltétek volt az edzőtermek csatájának a szponzora, és ugye Konrád akkor itt volt, azt nem tudom, hogy versenyeztél, vagy a pultban voltál, de az biztos, hogy álcáztad magad, mert nem voltál bebarnítva, lehet szakállat sem volt, meg lehet, hogy volt hajad, nem tudom. De a lényeg, hogy az egyik versenyen derült ki, ahol én téged elkaptalak egy interjúra, hogy mi tulajdonképpen ismerjük egymást. Így van, igen, ismerjük egymást. Akkor sajnos sérülés miatt nem tudtam részt venni az edzőtermek csatáján, de itt voltam, mint néző. És hát akkor sunyiba eltitkoltad előlünk, hogy te tulajdonképpen testépítő vagy, meg versenyző is. És hát nekem nagy meglepetés volt, hogy elindultál ebben a szezonban. Azt már sejtettem, hogy a Superbodyn fogunk találkozni, de hogy ennyire találkozunk a Superbodyn, hogy aztán te fogod megnyerni az Opent meg a szobrot, azért az elég durva. Hát honnan jött a gondolat, hogy te most testépítő leszel, illetve nagyon fontos kérdés, hogy volt-e előtte erőemelés, mert mint a lett volna? Nem voltam erőemelő, ez a rész egy picit távolabb áll tőlem, de jött egy iklet, hogy szeretném magamba a motivációt picit fellendíteni, hogyha lehet így mondani, és hát... Vidámság van, elröhögtségünk közben, most együnk is, már normálisan beszélni, én is agysorvadás közére állapotból jöttem ide, neked meg nem tudom, mi volt az alap, de a dolog lényege, hogy akkor térjünk rá arra egy kicsit, hogy hogy kerültél ide az eltétek gymbe egyáltalán, illetve az LT gym, de én valamilyen eltétek gymnek hívom. Hát a LT gymnek a vezetője, főnöke megkeresett engem, én még akkor Pesten laktam, és megkeresett azzal, hogy valakivel szeretné ezt a termet elkezdeni, és hát én vagyok itt a terem vezető, hogyha lehet így mondani, és Pestről hazaköltöztem, és úgy kezdtünk bele az egész terembe. Hát lassan cirka, hát 2019-ben kezdtük el ezt az egészet. Na de miért pont te? Hát előtte ismertük egymást, én segítettem neki kiállításra kondigépeket cipelni, pakolni, és így ismertük meg egymást, és hát megismert, hogy milyen ember vagyok, és úgy gondolta, hogy velem szeretné ezt így csinálni. Nagyon jó hír, hogy 17-ben, amikor átvettem a Superbodyt, te rögtön indultál, érezted szerintem, hogy a Superbody mostantól nagyon jó lesz, és ezen indulni kell. Igen, 2017-ben indultam hát a Superbodyn is, az volt az első szezonom, utána indultam 2019-ben, és ugye most is indultam 23-ba, most ugye sikerült szerencsére megnyernem a Superbody Open kategóriát, ennek nagyon örülök. Hát azt akkor most diszkréten elmondom, hogy igazából azt mondtad, hogy az a 17-es szezon az még nem volt az igazi, hogy finomak legyünk, de ez nem baj, hiszen nem lehet rögtön verseny nyerni. Nagyon sokaknak van az ideológiája, hogy ő úgy megy el a versenyre, fél év edzés után, hogy ő majd nyerni fog rögtön. Hát ez nem annyira egyszerű, és én szeretek arról beszélni versenyzőkkel, hogy hogyan járják meg a lépcsőfokokat, és nálad is ezt el lehet mondani, hogy szépen lépdeltél fölfelé, mire megvett belőle egy szobor. Igen, 2017-ben még hát saját hútfőből indultam és készültem a versenyeimre. Ugye az volt a legelső szezonom, utána 2019-ben már edzővel készültem föl, akkor, hogyha jól emlékszem, egy negyedik vagy ötödik helyet sikerült újoncba elérnem, és akkor most ugye sikerült Openbe, hát ez nagyon nagy szó számomra. Igazából hát álmomban se gondoltam volna, hogy sikerülni fog, főleg ilyen erős mezőnyből, de ennek nagyon örülök, hogy sikerült. Most egy pszichológiai jellegű kérdésem van. Ugye mondtad, hogy álmomban se gondoltad volna. Hát tényleg nem úgy tudom, hogy te ilyen nagyképűen jöttél volna ide a Superbodyra, hogy te aztán most megnyered, hanem nagyjából az volt, hogy megtettél mindent, aztán meglátjuk, hogy mi lesz, hiszen a versenyzés az ilyen. Milyen érzés volt, amikor rájöttél, hogy tiéd lesz a szobor, és ott volt annyi ember, akit ugye nem lehetett látni a fények miatt, de tudtad, hogy azért ott eléggé sokan vannak, és elég komoly hangulat van. Hát, eléggé meghatódtam, őszintén megmondva, és hát soha nem gondoltam volna, hogy sikerül elérnem ezt. Végre azt éreztem, hogy elismerik a munkámat, amit belefektettem ebbe az egészbe. Na most a matematikai alapon nézzük csak, először 2 évet hagytál ki, aztán 3-at, de lehet, hogy nem biztos, ez most ilyen exponenciális lesz, vagy pedig gondolkozol azon, hogy
akkor most vissza kéne térni, és esetleg megvédeni a címet, vagy feljebb menni. Hát igazából színpad mellett beszélgettem a nagy nevekkel, nem tudom, nevet lehet-e mondani. Persze. Kati Béláékkal, Tóth Daniékkal, és szerencsére Bós Kornéllal is, és oda jöttek hozzám, és azt mondták, hogy nagyon jó volt a forma, de igazából kéne még izomrám bőségesen, meg ugye, hát pózolni, még jobban meg kéne tanulni, és ezeken mindenféleképpen csiszolnék a következő években, és hát ha úgy alakul, akkor mindenféleképpen szeretnék elindulni, és ők azt támogatták, hogy ebbe benne lenne egy profi szint is esetleg, hát nem tudom, nagyon örülnék neki, hogyha ez benne lenne a későbbiekben, de meglátjuk. Igazából eddig is úgy álltam hozzá, hogy majd hozza az élet, és ugye a körülötte lévő dolgok, és most is úgy gondolom, hogy majd hozza. Én sose voltam az, aki úgy rágörcsölne a dolgokra, hanem hagyom, hogy szépen lassan úgy kialakuljon. Nyilván fejben én ezt nagyon szeretném, és hogy szeretném, hogy így alakuljon, de nem szoktam így rágörcsölni ezekre a dolgokra.